Felnőttként milyen természetes környezetben szeretnél élni? Gondolj egy olyan földre, ahol minden élőlény együtt él, és rajzold le az elképzeléseidet. Ezzel a felhívással hirdette meg 2021-ben szokásos nemzetközi környezetvédelmi rajzversenyét egy japán cég, a Föld 2030-ban címmel. Kriszt Nóra, a Szekszárdi Szent József Katolikus Iskola 8. osztályos tanulója így képzelte el. Fákat, meg hogy állatok, és hogy sokkal szebb lesz később a világ. És hogy honnan jött, hogy egy ilyen nemzetközi versenyen megmérettetik magukat? Géza bácsi mindig el szokta mondani, hogy milyen pályázatok vannak, és szeretem a természetet, ezért arra rajzoltam. Szokta mondani, hogy hogyan csináljam néha, hogy ha valamit ki kéne benne javítsak, vagy valamelyik része nem sikerül olyan jól, akkor szokta mondani, hogy mit kéne rajta javítsak. Nagyon szeretek rajzolni, régebben inkább színes ceruzával, most is szeretek színes ceruzával, de grafittal is. Hát nem gondoltam volna, mert igazából a rajzomba a szarvast én úgy vélem, hogy az lehetett volna jobb is. Nóra elmondása szerint 18-20 órát dolgozott összesen a rajzán. Felkészítő tanára szerint Nóri nagyon kitartó, és ez mindig meglátszik a végeredményen. Megyei országos pályázatokon általában előfordulnak még ilyen szép sikerek. A Nóri nem említette például, de ő annak idején az országos lovasrajz pályázaton is első helyezett lett. A Német Kisebbségi Önkormányzat által meghirdetett városi pályázaton is első díjazott lett. Önnek hihetetlen türelme, kitartása van egy-egy munka elkészítéséhez, és újra és újra képes nekiállni, és rengeteg időt eltölteni egy-egy rajzzal, és ez visszaköszön természetesen. Kevés ma már az ilyen gyerek, aki ennyire el tud mélyülni ebben a tevékenységben. A tanár fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak a közvetlen környezetükből kapjanak visszaigazolást, ezért igyekszik minden pályázatra nevezni diákjaival. Régóta pályázunk Magyarország és nemzetközi rajzpályázatokra is, tehát én folyamatosan figyelemmel kísérem azt, hogy milyen nemzetközi rajzpályázatokat írnak ki. Sok mindenről lemaradunk, mert nagyon rövid a határidő, és akkor már nem fogunk bele. De ez pont egy olyan jellegű pályázat volt, ez a japán rajzpályázat, ami eléggé el is húzódott a Covid miatt, így tényleg volt idő rá tisztességesen felkészülni. Ez egy olyan nemzetközi pályázat, amit minden évben meghirdetnek, ez volt a 21. alkalom. Tokióba kerül megrendezésre a kiállítás a pályázati művekből, és azt kell még tudni róla, hogy a világ minden tájáról érkeznek be pályamunkák, külön értékelik a japán gyerekeknek a munkáját, és külön a nemzetközi csapatnak a munkáját. 15 ezer pályamunka közül választották ki azt a 20 felső tagozatost, aki közül díjazott lett Kriszt Nóra iskolánk tanulója is. A rajzokat postán kellett elküldeni Tokióba, ahol egy kiállítást készítettek a díjazott alkotásokból. Mindemellett Nóra rajza bekerült egy katalógusba is, és 2022-es év naptárának egyik hónapját is az ő munkája díszíti. A pályázatra összesen 80 országból jelentkeztek. Elmondása szerint a tanár sem számított a neves elismerésre. Ezeknél a pályázatoknál azért mindig ott van a szubjektum a zsűri értékelésében, hogy éppen melyik rajz tetszik meg nekik a legjobban, ezt előre kiszámítani nem lehet. Volt már olyan pályázat, ahol általam jobbnak ítélt gyerek munkáját kevésbé értékelték, egy kevésbé értékes munkát meg magasabbra, tehát ezért ez teljesen kiszámíthatatlan. Hozzáteszem azt, hogy 10-20 ilyen pályázatból egy ilyen siker születik, tehát több helyre el kell küldeni, de már az is nagyon nagy dolog, hogyha valahonnan a gyerek kap egy oklevelet, egy emléklapot, vagy nagy Isten a kiállításon kiállítják a művét, és erről kap egy visszajelzést, ezek már óriási dolgok. Magyarországról évről évre egyre több pályázat érkezik be a japán versenyirodához. Idén 479 darab rajzzal a negyedik legtöbb pályázatot benyújtó ország lettünk.